A gyermekek a társadalom legspeciálisabb részét alkotják. Ők a legveszélyeztetettebbek és a legvédtelenebbek. Részlet a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zajana Technikumában tanuló kis tudósok csapat filmjéből. Ők a gyermekvédelem témakörét járták körül a versenyre készült videójukban. Mi a gyermekvédelemről csináltunk videót, és arról szól, hogy mik a gyermekeknek a törvényei, és milyen jogaik vannak így a való életben. Mint ahogyan látható, a már egyszer összegyűrt papírt, hiába próbáljuk meg egyengetni, az már gyűrött marad. Ezt a kisfilmet pedig egy másik versenyző csapat, a Bomba 5-ös készítette az iskolai bántalmazásról. Milyen bántalmazások vannak elsősorban, és példákat is mondtunk rá. Mondj nekünk is. Például testi és lelki bántalmazás, és szexuális. Ez a kisfilm pedig az ukrán menekültek támogatásáról szól. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának docense úgy látja, a fiatalok rendkívül fogékonyak ezekre a témákra, főleg a saját nyelvükön reagálhatnak a kérdésekre. A kisfilmek nagyon jól megmutatták nekünk azt, hogy ilyen témák iránt érdeklődnek, és az egyik az a gyerekvédelem, a másik az iskolai bántalmazás, amit maguk körül tapasztalnak, a harmadik pedig a menekültek segítése. Ugye, tehát mindegyik olyan, amit a saját közvetlen környezetükben is megéltek és megtapasztaltak, és hogy ezek témaként is szolgálnak. Szerintem a mindennapjaikban is, a beszélgetéseikben is, és ezt kisfilmen is meg tudták nekünk mutatni. A Befit verseny döntőjébe két forduló után 7 csapat került be, akik a Debrecen Egyetem egészségügyi karán csaptak össze a győzelemért. Feladatuk volt a döntőben például az, hogy egyik társukat, mint hajléktalan kellett minél több ruhával felöltöztetni. Volt, ahol egy balesetet szenvedőt kellett stabil oldalfekvésbe helyezni. Végül a versenyben a Nyíregyházi Költséggimnázium visszatérő csapata lett az első, második helyen a fiatalság bolondság, harmadik pedig a Bomba 5-ös lett, mindketten a Zajana Technikummal érkeztek.